Az Aquapark, illetve a Palics Park Kft. Hatáskörébe tartozó létesítmények és objektumok bérbeadási módjáról és eljárásáról határoznak a csütörtöki Szabadkai Városi Képviselőtestület 35. rendesülésén. Dr. Pásztor Bálint a testület elnöke sajtótájékoztatóján kifejtette, ezáltal megteremtik az Aquapark működésének jogi feltételeit. Ez azért fontos, mert párhuzamosan az építési munkálatok befejezésével az objektum működtetésének a jogi feltételeit is megteremtjük. Azért fontos ezt párhuzamosan végezni, hogy ne jussunk olyan helyzetbe, hogy ugyan az építési munkálatok hamarosan befejeződnek, de nincs, aki működtesse, hiszen nem világos, hogy milyen eljárásban működtetheti valaki az akvaparkot, illetve a többi objektumot. A határozat a legapróbb részletekig szabályozza majd az akvapark és a többi objektum bérbeadásának feltételeit és a bérbeadási eljárást, emellett pontosítja az ügymenetet. Eszerint a Palics Park Kft. Legfeljebb 15 éves időtartamra adhatja majd bérbe az akvaparkot és a többi objektumot. A 17 napirendi pont között szerepel még a Városi Művelődési Intézmények alapító okiratának módosítása is. Összesen 10 ilyen intézményről van szó. Az elmúlt hónapok azzal teltek, hogy tárgyalásokat folytattunk Belgrádban annak érdekében, hogy összhangba hozzuk a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel a kultúráról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az összes nemzeti tanács delegálhasson egy-egy tagot azon intézmények igazgatóbizottságába, amelyeket kiemelt jelentőségűvé nyilvánítottak. Ugye ez azon intézmények esetében fontos, amelyeket több nemzeti tanács is kiemelt jelentőségűvé nyilvánított. Szabadkán több ilyen intézmény van. Ezzel megteremtődnek a feltételek, hogy az összes nemzeti tanács tagot delegálhasson az általa kiemelt jelentőségűvé nyilvánított intézményekbe. Ennek köszönhetően a Kortárs Galéria a Magyar Nemzeti Közösség kiemelt jelentőségű intézményévé válik, emelte ki a VKT elnöke. Határoznak még a dr. Bodrogvári Ferenc díj idei várományosairól is, a felterjesztettek Mándigy Kornél kerámia művész, Ábrahám Máté okleveles zenész és Daniela Stankics képzőművészettanár. A díjakat ünnepélyesen június 22-én adják majd át.